A hosszelvény pályavonalának befektetése, majd a lekerekítő ív megtervezését követően a hosszelvény számításokra kerül sor a következő videóban. Ehhez töltsük be a eddig elkészült pályavonalat, eddig elkészült hosszelvényt, illetve hívjuk be az írott hosszelvény XLS Excel fájlt, amely már elő van készítve a számítások elvégzéséhez, tehát tartalmazza a szükséges képleteket. A számítás metódusa az, hogy először a hosszelvény pályavonalának, amiket megterveztünk, pályavonalának töréspontjai magasságát határozzuk meg pontosan. Ezt követően, hogyha ezek a töréspontok megvannak, az egyes részletpontokban határozzuk meg a pálya szint magasságát, és számoljuk ki a bevágás és töltés mérőjegyét. Amikor az egyes szelvényezési értékekhez tartozóan határozzuk meg a pályaszint értéket, akkor, amikor egy pályaszinttöréshez érünk, ebben az esetben vizsgáljuk meg, hogy a kijött magasságérték az stimmel-e a főpontszámításnál, a főpontoknál kiszámolt értékkel. Jó, kezdjük el akkor a főpontszámítással, ami úgy indul, hogy szelvényezési értékeket kell beírni, ahol a pályatörés van. Az első, hogy tudunk szelvényértéket ide beírni, AutoCAD-ben, ahogy az korábban már elhangzott, ugye a CORD parancsal, vagy ID rövidítéssel a CORD parancsal lekérdezhetjük a szelvényezési értékét tulajdonképpen az adott töréspontnak. Itt az első töréspont a lekerekítő ív burkoló sokszögének első töréspontja, ennek szelvényértéke 196.07.52, de centiméter pontosságra kerekítve 196.08. Jó, ezt írjuk be a szelvény oszlopba. 196.08. Kezdődik a lekerekítő ív, ahol a egyes töréspontok közötti vetületi távolság az 11 méter, tehát a következő az 207.08. Nyilván akkor a következő 218.08.229.08. Következő 251.08. Majd a lekerekítő ívet követően már csak a végpont szelvényértéke van hátra, amit lekérdezhetünk egyszerűen 451.68. Jó, ha ezek a szelvényértékek, tehát a pályatöréspontok szelvényértékei megvannak, akkor a következő lépés az, hogy
kiszámoltatjuk a töréspontok közötti távolságot, a képlet ugye az megvan az első cellában, hogyha ezt lehúzzuk, akkor kiszámításra kerül az összes. A következő lépés, hogy az esés-emelkedő értéket beírjuk. Emelkedő esetén ez pozitív érték, tehát külön a pluszjelet nem írjuk ki itt az Excel, de ellenben, hogyha esésről van szó, akkor mínusz előjellel adjuk meg. Jelenleg akkor ez plusz, tehát 2,3. Megyünk sorba az AutoCAD rajzon is látható, kicsit bele nagyítok. +2,6, +2,9, +3,2, +3,5, +3,8, +4,1. És végül a 4,4. Jó, így az összes töréspontot követő esésérték megvan. Már csak a pályaszintértékek kiszámítása hiányzik. Ehhez menjünk a kezdőpontra, és nézzük meg, hogy mi a pontos magassági értéke a 0+0,0 pontnak. Itt mennyi a pályaszint. AutoCAD-ben a távolságméréssel a 200-as szinttől meg tudjuk mérni. Ez azt jelenti, hogy 200,3714,17. Ugye arról beszéltünk, hogy 6/10-es pontos értékkel kell majd a pályaszintet meghatározni. Honnan jön ez a 6/10-es pontosság? Először beírnám az értéket, 200,3714,17. Miért? Miből jön ki ez a 6/10-es pontosság? Onnan jön ki, hogy a szelvényezési értékeknek a pontossága a centiméter, tehát 2/10-es, viszont az emelkedő esés értékeknek a viszonyszámban kifejezett pontossága, ugye, hogyha ezt elosztjuk 100-zal, akkor az 4/10-est jelent, tehát az 0,02230, a kettő összege tehát az 6, tehát 6/10-es pontos értéket kapunk. Miért kell ez a 6/10-es pontosság? Tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy majd azt várjuk el a kivitelezőtől, hogy ugye ilyen pontosan építse meg, hanem ez az ellenőrzés szolgálja. Itt a főpontszámításnál 6/10-es pontosan kijött pályaszinttöréseknek kell ugye a részletpontszámításnál is kijönni. Nézzük akkor, tehát ez egy keretet ad tulajdonképpen a számításnak. Nézzük akkor a további pályaszint értékeket is, és ezen a főpontszámítás szintjén nézzük meg, hogy az AutoCAD-ben mennyi az eltérés, valamennyi nyilván, hogy lesz. Nézzük meg, hogy mi a magassága az első töréspontnak AutoCAD-ben. +204, +88, +11, -46. Excelben 204, +88, +12, -57. Ugye ez a különbség abból adódik, hogy az AutoCAD itt pontosan számol, a Excelben pedig már ugye egy felkerekített érték van, de említettem, hogy a centiméteres pontosság alatti, tehát a milliméterben az eltérés az így megengedett az Excel táblázatban a kerekítés miatt. Jó, nézzük a következő szintet. A következő szint az 205, +16, -71, -46, +16, -72, -57. A következő 205, 86, 48, 61, 48, 61, ugye itt 48, 62, 57.
205, 83, 81, 46. Következő 206, 22, 32, 57, 22, 31, 46. Itt látható, hogy el kell osztani 10-zel, tehát 206, 64, 11, 46, 11, 12, 57, és az legutolsó, 207, 0, 9, 21, 46, 22, 57, ugye az ugyanaz az eltérés, mint a többinél. Nézzük a végét. A legutolsó pontban a pálya, tehát az utolsó szelvénypontban a pálya magassága 215,43, 47, 58, 43, 46, 57. Jó, tehát a kontroll megvolt, a grafikus hosszelvény és az Excel táblázatban számolt magasság, pályamagasság értékek megfelelnek egymásnak. Ezeket az értékeket fel is kell tüntetni majd, mint pályaszintörés értékeket, úgy, ahogy itt a látható az első kezdőpont értéknél a pályatörés szelvénye és a magassága alatta. Ez célszerű átmásolni. Úgy, hogy az ortót bekapcsoljuk. Jó, és így tovább, és feltüntetni a szelvénység értéket, tehát a nulla pontnál majd a pályaszintérték, ugye centiméterre felkerekítve a 200,37 lesz. Az első pályatörés az 1 plusz 96,08. Aminek a magassága 204,88. Jó, a másodiké pedig 202 plusz 07,08. A magassága pedig 205,17. És így tovább. A részletpont számítási fűrre rákattintva, tehát a főpontokat kiszámoltuk, a részletpont számítási fűrre rákattintva, ugye először be kell írni az első mezőbe a szelvényési értéket, ez a szelvényési jegyzőkönyvből másolható ki. A megadott formátum az valószínű nem elegendő, tehát ezt a formátumot úgy tudjuk másolni csak, hogy az egészet tulajdonképpen itt az elsőtől kezdve kijelöljük, úgy, ahogy most itt a példában is látható, és lemásoljuk az utolsó cella alá. Nyilván a cella egyesítéseket elvégezve egy folyamatos táblázatot kapunk, ide átmásolhatók a szelvényési értékek. A második mező a hossz, amely számított, ha a szelvényértékek megvannak, akkor a hossz
az automatikusan számolódik. Amire oda kell figyelni, az emelkedő esés érték, illetve a beírt pályaszint. Ezen kívül még a keresztszelvények munkarészben áll rendelkezésre minden egyes szelvényben a terepszint magassága. Tehát ezeket kell még ide átmásolni, ez látható itt a terepszint mezőben, már előre kitöltve, hogy ezzel ne menjen az idő, a bemutató ideje. Láthatunk egy-két olyan szelvényt, ahol ki van húzva a terepszint. Miért lehet kihúzva a terepszint? Azért, mert hogyha egy olyan pályaszint törésünk van, amelyik nem beszervényezett pontba esik, már pedig van ilyen a lekerekítő ívben, ugye látható, hogy itt nem megy fehér ordináta fel, itt se, itt se, itt se, itt se, tehát több helyen nincs, ott ez az érték nincs, ott csak pályaszint törés magassága van, tehát azt kell majd itt a hosszszelvényen, ahogy elkezdtem, feltüntetni. Jó, nézzük akkor a hosszakat. ...196.08-ig tudom meghatározni, mert addig az eső és emelkedő érték, ugye az 2,3 tized volt, ugye itt meg kell, hogy egyezzen nyilván a főpontok táblázatával, tehát 2,3, 2,3, és ezt ugye, ha akarom, másolhatom, megvan, akkor a következő a kezdő pályaszint érték bevitele. Ehhez menjünk át a főpontok táblázatba. Ugye a kezdő pályaszint érték az itt található, szerkesztő lécből másoljuk ki, Ctrl-C, részletpontok táblázatának a kezdő szelvényértékéhez tartozó cellába pedig másoljuk be. Jó, a következő lépésünk az lesz, hogy kiszámoltatjuk ugye az egyes szelvényértékek pályaszintjét. Milyen képletet alkalmaz? Hát ugyanazt a képletet alkalmazza, mint az előbb a főpont számításnál. Ott nem álltam meg a bemutatóval. Nézzük meg rendre a képletet, az egyes cellákat, hogy mi is a művelet, tehát miről van szó. A D2 cella, az E fölött lévő cella, ugye itt van a kezdő magassági pályaszint érték, ehhez adjuk hozzá a C3 cella tartalmát osztva 100-zal, tehát 2,3 osztva 100-zal, ugye ez a százalékos emelkedő értéknek a viszonyszámba kifejezett értéke, és megszorozzuk a B3-mal, tehát a két szelvény közötti távolsággal, tehát a 0 és a 0 plusz 20-as szelvény között ugye 20 méter van, tehát 20 méterrel szorozzuk be, és a magasság különbséget, amit így kapunk, hozzáadjuk a kezdő magassági értékhez. Tehát ez megy így folyamatosan végig. Egészen ugye az 1+96.08-ig. Az 1+96.08-ban a pályaszint magassága a raj szerint 204.88, tehát 204.88, de megnézhetjük ugye pontosabban is, hiszen az előbb ezt kiszámoltuk már a főpont számításnál, 88.12.57, 88.12.57, tehát így a számítás az rendben van. Nézzük az ezutáni szelvényeket. Ugye itt egy fontos dologot kell figyelembe venni. Ugye meg kell adni a pályatöréspontoknak a szelvényési értékét, hiszen a részletpont számítás
adatai között, a szelvénység értékek között ott kell, hogy szerepeljenek a pályaszinttörés értékek, pályaszint szelvényezési értéke is. Tehát az 1 plusz 96,08 után a 2,07,08, aztán még jön egy közbenső, ez a már az 1,96,08 is tulajdonképpen nem beszélvényezett pontba esik, a kezdő, maga, kezdő lekerekítőív kezdőpontja, a 2,07,08, a 2,12,21, ugye ez a második burkolósokszög oldalon található egy szelvényezett pont, itt már van magassági érték. Megyünk tovább, megint két olyan pályatöréspontunk van, amelyikhez nem tartozik, tehát szelvényezési érték, tehát épp ezért a terepszint értékek itt rendre ki vannak húzva. Jó, most tehát akkor egyrészt határozzuk meg a szelvények közötti távolságot, ugye azt gyakorlatilag automatikusan lehúzzuk, ezt meghatározhatjuk egészen a számítás utolsó szelvényéig. Jó, a 2,3 itt viszont átvált, tehát erre figyelni kell, hogy hol vált át a százalék, ez 2,6-re vált át innen. Hol vált át a következőre? Itt is még itt a 2 plusz 0,7-0,8-ban 2 plusz 0,7-0,8 és a következő töréspont között ez már 2,9. A 2,12,21-es szelvény, meglévő szelvény, ugye ez itt található, ezen a 2,9-en, tehát ide ugyancsak 2,9-et kell írni, hiszen a 2,9-es rövid egyenlejtési szakaszra esik ez rá, tehát ez a pont úgy számolható ki ennek a magassága, hogy a 2,07,08-as törésponttól mért távolságot kiszámoljuk, az megvan, és beszorozzuk ugye a 2,9-es emelkedő érték század részével, kapjuk a magasságkülönbséget, hozzáadjuk az előző magassági értékhez. Jó, nézzük a következőt. A következő, a ezt követő, az annak a magassági értéke, vagy százalékos értéke az 3,2. 3,2-es emelkedő szakaszon nincs beszelvényezett pont, viszont a következőn van, az pedig a 3,5-ös. Aztán megint következik a 2, a 3,5 után 3,8. 3,8. A 3,8-as szakaszon megint csak nincsen közbenső, már megadott szelvényérték, tehát jön a 4,1-es. Ezen ugye egyetlen szelvény van. És a nézzük meg itt autókedben. 2,62,08-cal zárul ugye a lekerekítőív. Ezt követően pedig az esés vagy emelkedő értéke 4,4 lesz.
Igen, itt a formátum úgy tűnik, hogy nem jött át. Az, hogy számformátum is 2/10-es pontossággal legyen kiszámolva. Jó, tehát 4,4, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Szépen átmásoljuk az ezután következő szelvényekhez. Jó, ha ez is megvan, akkor már csak a számítást kell elvégeztetni. Ugye eddig megvagyunk. Jó, nézzük meg mindjárt a végét. Először 215, 43, 46. 57, 43, 46, 57, tehát stimmel a végszelvény. Számítási hiba akkor ezek szerint nincsen. A következő az E mező, a pályaszín kerekítve, tehát egy kerekítés függvény van itt beállítva, hogy centiméterre legyen meg a pályaszint értéke. Ezt nyugodtan lehúzhatjuk. Ha ez is megvan, és beírtuk a telepszint értékeket, akkor a töltésbevágás mértéke jelenik meg. Tulajdonképpen egy olyan függvény van itt megadva, amely aszerint tölti ki a töltés vagy bevágás értéket, ahol az szükséges, tehát attól függ, hogy melyik érték a nagyobb, de le kell húzni a töltési mező képletét is. Nyilván, ugye ott, ahol kihúztuk, ott ugye nem jelenik meg érték, ott ezt a kihúzást, tehát vonás jelet kell átmásolni. Jó, bevágásnál ugyanígy. Jó, itt az látható a grafikus hosszelvényen is, hogy csak töltésértékek vannak, hiszen mind a teljes pálya vonal az a terepvonal fölött foglal helyet. Jó, nézzük meg, ellenőrizzük le a számításnak a helyességét, a főpont számítással összehasonlítva. Tehát a 196.08-ba volt az első töréspont, ugye azt ellenőriztük, 204.88.12, 88.12.57, 207.08 a következő, 207.08, 205.16.72.57, 57. Jó, tehát rendre megnézzük a pályatörés magassági értékeit, hogy az megfelelő-e. 218.08, 205.48.62, 57, 48.62, 57, 2+29.08, 283.82, 57, 83, 83.82, igen, 240.08, 206.22.32,
2232 251.08 206.64.12 64.12 és a legutolsó 262.08 207.09.22 09.22. Jó, tehát így meggyőződtünk róla, hogy a akkor nem jönnének ki, hogyha itt nem írtuk volna át a százalék értéket a megfelelő tervezett esés-emelkedő értékre. Jó, tehát így néz ki a kitöltött Excel táblázat. Itt, ahol a érték jelenik meg, tehát nem számol, ugye itt is át kell másolni a megfelelő tulajdonképpen az apostróf vonás az, ami átmásolandó. Ezek azok a szelvények, ahol csak a pályatörés, ahol csak a pálya törik, de szelvényezési értékünk nincsen. Azért jelenik ez így meg a táblázatban. Jó, ha elkészült a táblázat, akkor ugye mentsük el szokás szerint vezetéknév név kezdőbetűi alulvonás írott hosszelvény. Ezt kell majd beadni a számításhoz, illetve a számítás eredményei közül a pálya szint kerekítve értékek, illetve a terepszint értékek már benne vannak, a terepszint értékek már benne vannak a hosszelvényben, tehát a pályaszint értéket kell beírni, illetve ki kell tölteni a töltésbevágás mérőjegyét, azt megint innen átmásolva, beillesztve vagy beírva ide a megfelelő helyre. Hogy tudunk ide értékeket másolni? A másol parancssal tudjuk átmásolni az egyes értékeket. Itt csak ugye töltés van. Itt az elsőnél ugye 0,37 az érték, tehát ezt egy kicsit feljebb mozgathatjuk, hogy a kijelölt hely közepére essen, és utána már ezt másolgathatjuk a többi szelvényben, és írhatjuk be az egyes pályaszint értékeket. Itt akkor a 20-as szelvénynél pontosabban, ugye terepszint az 200, a kezdő pályaszint érték az 200,37, a második 200,83, kettőszázegy huszonkilenc, a bevágás töltés mérőjegye az a másodiknál 0,33, a harmadiknál 0,32. Hogy keletkezik a töltés érték a pályaszint magassági értékéből, ami 200,83, levonjuk a 200,50-et, így kapunk 0,33-at, 200,29-ből kivonjuk a 200,97-et, kapjuk ugye a 32-t. Jó, és így tovább az Excel táblázat
alapján ezek kitölthetők, tehát ki kell tölteni az összes szelvényre vonatkozóan, fel kell tüntetni a pályaszintörés szelvényértékét, magasságát, beleértve a végső szelvényt is. Ami teendő van még, az az, hogy a pályavonalat, amit ugye feltoltunk, a feltolt terepvonalhoz terveztünk hozzá, azt most itt törjük meg, ahol abba a szelvénybe, ahol a terepszintet is megtörtük. Ehhez a megtörés, tehát vonalrajzolás először, az ortó ugye be van kapcsolva, majd megtörés egy pontban, és így már külön választottuk ezt a pályaszint darabot, és ezt a pályaszintet mi alapján tudjuk lemásolni. A bázispontja a másolásnak, ugye a megtört telefonalnak az a pontja, ahol a törés van, beillesztjük, és tulajdonképpen a beillesztés pontosság, vagy helyességéről meggyőződhetünk akkor, hogyha az eltolt magassági léptéken is meghatározzuk a végső, az utolsó pont pályamagasság értékét. Ami 215-43-47. 215-43 kerekítve 47, tehát az átmásolás sikerült, vagyis akkor ez nem szükségeltetik, ez sem, sőt a felmásolt magassági lépték is kitörölhető, és így beállt, ugye helyreállt a formátum. Tulajdonképpen minden elhangzott, ami itt meg kell jeleníteni, tehát ez lesz majd a kész pályaszinttel rendelkező hosszelvény, amit majd a szünet után pénteken kell leadni.